Na tehát itt is vagyunk a Nightmare Below Disney-nek a folytatásával, vagyis azzal a játékkal más néven, amitől tegnap kaptam körülbelül 4 darab copyrightot, tehát meg sem lepődök már az összenet megvan, mindegy, mai napra a célunk az az, hogy cracket adunk el. Az a mai napra a célunk, szóval, hogy igazából kivisszük a játékot szerintem. Hong. Ma már szerintem végezni szeretnék a játékkal, nem nagyon látom értelmét, hogy tovább játszunk, úgy nekiállok villogtatni mögénk, és ekközben figyelek balra és jobbra is, valamint ugye a jobb oldali ilyen kis izére. Ez nem tetszik már. Elfelejtettem, hogy ez egyébként ijesztő volt ez a játék. Tehát hihetetlen, Radiance. Az egy kerekes székes dzsangás springtrap volt. Szóval igazából amit akartam mondani, ez tényleg, tehát csak annyi, hogy hihetetlen, hogy a Radiance az egy viccjátékot csinál. Egyrészt itt is kukoltak, másrészt igen, tudom, hogy ez a játék, ez ugye valami Treasure Island nevű játék, amiben tehát, vagyis sorozat, bocs, amiben tehát több játék van, ilyen 3 vagy 4 talán, vagy a franchise, ugye mindegy. Többivel nem tervezek játszani, csak is kizárólag az egy darab Treasure Island remake-kel, amit a Radiance csinál. Hogyha kijön, hogyha ki szeretnék adni, még egyelőre nem jött ki, tehát fenn van neki a Game Jolt oldala, de nincsen kész. Szóval ezért nem adták még ki. Mindegy, én megvárom, eddig kijön az, azzal fogok játszani. Tudom, hogy van még az Obditus kasza, de az amikor kijött, akkor érdekes fájlok voltak a fájlok között, és ezért nem tudtam vele játszani. Szóval tehát amire ki szeretnék térni, az igazából gyakorlatilag tényleg csak az, hogy ha készen lesz a Treasure Island-nek a remake-je, amit a Radiance csinál, akkor fogok majd vele játszani, az eredetivel nem fogok, azzal fogok. Az Obditus kasza az meg nekem ugye kimaradt a megmondott indokokért, szóval ez van. Elnézünk közben dzsangás springtre. Kerekes székkel ide gurul mögénk, egy dzsangával a szájában. Ez mi ez az animatronic design? Tehát ilyen jót még nem láttam. Ez azért határozottan ott van a topban, már nem azért. Ez a jobb oldali fülembe volt, azt hiszem. Uff, az már 100-ig ment. Ó, dzsanga! Springtrap! Ez életem legjobb infója volt. Létszös, menjél vissza. Oké, tehát van egy kis cooldown. Oké, adót csalunk még egyszer, nem probléma. És akkor meg is vagyunk a harmadik éjszakában. Ez tényleg egy nagyon-nagyon rövid játék lesz. Tehát, mint ahogyan mondtam, ez unironikusan egy nagyon-nagyon rövid játék. Nem az a célja, hogy hosszú legyen. Nem is az a célja kifejezetten, hogy ijesztő legyen. Az a célja, hogy szórakoztasson. Amiben jó, nagyon is. Jól érzem magam. Egyszerű a gameplay, a FNAF 6-ból vesz egy rakhatnyi dolgot, ugye a Savage-et is, meg ezt az egész helyszínt, ahol tehát most jelenleg vagyunk. Menjél innen, légy szíves. Bal fülembe volt talán az úr? Nem? De, te nem vagy itt? Nem, te nem vagy itt. Miért nem vagy itt? What? A most vagy itt. Oké, jó, értem. És az adósalás az ilyen halkan megy? Aha, ezt csak ilyen halkan toljuk neki. Jó, hát végül is nem kell hangosan. Your winner, let's go! És igen, tudom, a Big Rigs nevű játékban van, mondtam is videó alatt. Egyre furában néz ez ki, amelyen mondom. Szerintem... Nem mozdult. Nem, még egyet várhatunk vele. Legalábbis szerintem nem mozdult, nem? Belenézik a szemébe. Nem látom, mint hogyha mozgat van. Ez egy ilyen elrohadt Freddy animatroniknak néz ki, hogy nem is tudom, Coca-Cola-t nem vágjuk oda? Nem, azt kiadjuk. Ennyi volt. Dokumentálom ezeket a magyarókat. Menjél vissza! Imádom ezt a játékot, annyira humoros, annyira szórakoztató egyébként. Na mindegy, ezt most tényleg tehát csak túléljük. Szerintem ezt ma ki is viszem, egyáltalán nem tűnik nehéznek ez a játék. Nem is az a célja. Nem is az a célja, tehát hogy nehéz legyen, vagy hogy kifogjon a játékosom, vagy értitek. Tehát szó szerint ez egy troll játék, el is találta. Tegnap kaptam, úgy megtrollkodtak, 4 vagy 5 copyrightot, tehát annyiszor kellett újra rendelnem a videót, mert folyamat copyrightot kaptam érte. Nagyon-nagyon durván vibe-oltam a menüzenére, erre kiderült, hogy a kicseszett menüzene az egy létező zene, az nem ez a játékhoz lett csinálva, a menüzene az egy létező zene, amit csak úgy szimplán odarakta. Jó, figyelj, megtehetik el, ezt nem keresnek belőle pénzt, szóval. Megtehetik, jó. Én viszont, tehát én azért kaptam. Én már innen. Your winner! Meg vagyunk, én nyertes. Zsír. Utolsó éjszaka. Ja, és ilyenkor tényleg, tehát, hogy, na de most akkor rá kell jönni, hogy mi az új animatronikunk? Mi az új animatroniknak tehát értitek? Mechanika. Itt van a kettes, szóval, hogyha feltételeznem kell, akkor te fogsz most balról jönni. Balra még nem csináltunk semmit. Szerintem, tehát akkor ő fog balról jönni. Jó, akkor hangokra figyelünk. Erre a kettő vadállatra figyelünk. Dzsangás springtrapre figyelünk, és tehát... Menjünk. Ugye elkotyázik, milyen hangja van neki. Balra. Megvan meg mindkettő? Sír. Jó. Titeket kell figyelni, tehát bal és jobb. Feltételezem legalábbis, tehát megint csak mondom. Azt tudom csak feltételezni, mert tehát arra gondolok, mi más csinálnának. Oké, gyújtogatunk egy picit. Kettő, megvagytok még? Mindenképpen megvagytok.
Ennek örülök. Aha, ja Freddy az! Nem tudom, úgy nézett ki, mint Bonnie az őszínet megválva, na mindegy. Viszlát? Meg vagyunk mind a ketten? Ha most mind a ketten visszamentetek ide, és tényleg Freddy az basszus, Bonnie-nak nézett pedig ki, na mindegy. Meg vagy? Jobb oldali is? Adios, ez még nem végzett, nem, még gyújtogatunk. Valamit nyomtatunk, és ezzel gyújtogatunk, nem tudom, valószínűleg túlmelegítjük ezt a nyomtatórendszert, vagy... Elfelejtettem Jangát, nem is volt ott. Oké, jó, annyira zseniális. Ide gurul mögénk egy kicsit kerekes széken, megvilágítjuk, és így... Elszáll. Zseniális ez az animatronik. Legjobb dizájn, amit valaha láttam eddig. Végeztünk, pénzt nyomtatunk. Oké, jó, kedvenc activity-m, ezt meg ezzel megcsináljuk, és akkor... Ennyi is volt ez a night? Hát ez itt tényleg jóval könnyebb, hogy te csak három dologra kell odafigyelni. Kíváncsi vagyok, hogy az utolsó night-on mi lesz. Ez... Ez a negyedik, nem? De ez a negyedik night. Ennyi volt? Tényleg ennyi volt a negyedik night? Mi lesz az ötödiken, basszus? Hát azért még persze, tehát azért még toljuk. Nincs itt Jenga? Nem, nincs itt Jenga. De rád kell most odafigyelni, mert te vagy közelebb. Jenga? Nem? Mindig azt hiszem, hogy ő itt van, de nincs. Most? Persze! Tudtam! Mindig akkor, amikor nem számítok rá. Hangra? Esetleg valami, nem? Your winner! Ilyenkor kikapcsolódnak az animatronikok egyébként? Ahogy... Na és te ki vagy? Lefty Mickey, izé... Te már úgy nézel ki, mint aki rám fog ugrani. Nem vághatom hozzád már most a Coca-Cola-s üveget? Nem szponzorált. Bárcsak hallod, Coca. Az a baj, Coca-Cola, az engem nem fog szponzorálni, én literálisan csak vizet iszok, én nem iszok üdítőt. Légy színe! Kérlek, ne ugorj rám, nincsen erre szükségem, nem láthatod, hogy darabokban van a fülesem? Tényleg, amúgy majdnem egy hete rendeltem fülpárnákat és nem hozta. Nem bízok benne. Tici. Nagyon-nagyon nem bízok benne. Miért egyre hangosabb, nem? Hangosabb. Wow, vissza! Szerintem meg leszünk. Ez nem tudom, hogy köszörülnek, azt ne lejátsszák neki. Ugye, én ezt most már túlélem. Tehát azon az egyen múljon, hogy... Közelebb jött! Nem hiszem. Nem tudom most megkülönböztetni. Légy szíves. Még mindig áll az ajánlatom úgy. Valaki megcsinálja VR-ban ezt a Savage-et, ez lesz szerintem az egyik legijesztőbb VR-ját. I'm winner! Ennyi. Na és mi van az ötödikkel? Ötödik night? Ennyi? Innent... Mit keres itt mindenki? Mit? Miért van itt minden... És négy... Mi? Ilyen gyorsan meg is csináltuk az elsőt? Mi? Na várjál. Bugos? Szerintem bugos. Mi? A Deep Webről fegyvereket rendel... Oszki! És oszki, az itt doboz! Oszki! Ha? Jó! Le kell lőni őt akkor gondolom? Az ki volt? Wow! Oké, okay. Tehát jön be hozzánk ez a fasz egy kötéllel gondolom, és le kell lőni, hogyha meglátjuk. Jó, this gameplay is fire. Remélem ez is copyrightos, hallod? Kinézem ebből a cégből, hogy most már ide is azt raknak. Ennyi? Tehát szó szerint mostantól te csak túl kell élni. Fog befele jönni, rá kell lőni egyet a skifújt. Ennyi? Nem? Ja, nem a kamerákat nézem, hülye vagyok. Oké, okay, tehát mostantól csak meg kell várni, ameddig ide jön. Wow! Rossz irányba jöttem! Haló! Nyomom a space, nem tör... Oké. Ja, és ilyenkor melegszik. Aha, tehát onnan tudjuk, hogy itt van, hogy olyankor melegszik a helyszín, ahol benn vagyok. Én meg gondolom belélegzik ide a szobába, hogy a franc se tudja idehozza a testhőmérsékletét. Oké, okay, túléljük szerintem. Mit rogyog, basszus? Nagy boss fight van. Azt akarom még tehát mondani, hogy ez a személyigazolvány, ami itt van, ez nem ugyanaz, amit a kicsészet Spongyobobról mutatnak be, vagy mi? Valamelyik részben Spongyobob egy kamu személyigazolványt használ. Azt egyet tudom. Ez nem ugyanaz? Ide megpróbálok bevágni egy fotót, hogyha megtalálom. Ez ugyanannak a kamu személyigazolványnak tűnik, mint amit a Spongyobobos részben használtak. Vagy meg lehet, hogy csak ketté vagyok állva, nem tudom. Egyelőre meg vagyunk, teljes mértékben jól tudjuk.
De hogy ez egy láncfűrész, csak ilyen nagy füle van? Úgy néz ki, mintha valami láncfűrész lenne ilyen Mickey Eger fülalakkal. Érdekes. Nem baj, megvárjuk. A zene az nagyon boppa. És tényleg egy láncfűrész az. Hátulra lehetett állni is, hogy úgy fogtam, mint egy láncfűrész zsír. Oké, túléljük ezt már, ha már nem tudom, hogy hányszor kell még lenni. Én túlélem bőven. Ez sokkal könnyebb, ez könnyebb, mint amit hát eddig volt, de ez... De ez egyébként eléggé parodizálja azt, hogy tényleg, amikor van egy ilyen nagyon epikus boss fight egy játékban, esetleg FNAF játékban, és ilyen pofon egyszerű. Tehát szó szerint abszolút könnyebb, mint az, amit addig kellett, ameddig idáig eljutott el. A FNAF 4-ben is ez volt szerintem, ott is a Fredbear-es Knight-ok nehezebbek voltak szerintem, mint az, ahol mindenki aktív volt. Na itt vagy? Mikor jössz? Figyelem, hogy mikor kezd el növekedni a hőmérséklet. Nem jössz? Nem akar. Oh. Mi? Scrapface, nem ismerjük, hogy hány éves volt, feladta magát a hatóságoknak az incidens után, most pedig életfogytiglant kapott. Ez pedig valószínűleg copyrightos. De tetszik, ide megint valószínűleg valami goofy zenét bevágok. Megint nagyon hülyén fog kinézni ez, de ez rohadtul copyrightos, ez egy per egy random hip-hop zene. Vagy pop, franchet ugye, ez olyan, mint amit a rádión szoktál hallani, ez ilyen rohadtul copyrightos, igen. Mit mondjak, amikor 15 perc alatt végeztünk egy játékkal? Én nem tudom, én valószínűleg holnap akkor jövök a másodikkal a szavazáson, aztán a harmadikkal, mert a másodikkal a szavazáson szó szerint egy részes játék. Na mindegy, modellezett egy rakatnyi ember, meg 14. Grafika design megint csak, tehát grafika designben nem ugyanaz beletartozik, mint a modellezésbe. Animációba is ugyanúgy, ha bár meg lehet, itt a 2D-s animációra gondolnak, a franc se tudja. Tesztelők, zseniális. Egyéb segítség, mindenki itt van, az egész csapat, pontosan. És akkor végeztünk, és akkor mit rejtett ez a játék? Mert tehát én be vagyok szívva szerintem. Én nem tudom, de tehát hogyha egy viccjátékban ennyire kukolni tud a Radiance, akkor én azt mondom... Trevor Henderson, ez a név, ez nekem ismerős. Nem ő csinálja azokat a horror karaktereket, mint a Cartoon Cat, meg az ilyenek? De szerintem igen. Miért van itt Harry Potter? Mi van? Ezek után várom a Treasure Island-et, amit egyébként mondtatok, hogy igazi alapon van, mert tehát tényleg létezik a Treasure Island. Csak vagy eladták, vagy nem tudom, tehát annyi lényeg rossz állapotban van elhagyatva, tehát igazi alapja van a Treasure Island játéknak valamilyen szinten. In loving memory of a Delga unit. Nem halt meg, csak éppen rágondoltunk. Örülök neki minden... A rohadt... Ez kamu. Most komoly. Mi? Haló? Cast members. Ó, van itt valami reveal a végén. Ez a Treasure Island-es Mickey volt, azt hiszem. Videókat láttam a játékra játszani, nem... Ez a játék, ez szó szerint egy bejelentő játék volt arra, hogy dolgoznak a Treasure Island-nek a remake-jén? Rájöttünk, hogy akkor mire van ez a játék. Ez egy troll játék, ami arról szól, hogy tehát érkezik a Treasure Island. És ennyi volt. Rendben, örülök, az összet meg a örülök neki, hogy játszottam ezen a játék. A Custom Night meg extrákat megnézhetnénk egyébként. Ide is van, mi rohadtuk copyright-osat rakjatok, léci. Szóval... Milyen balzról beszélnek a háttérbe? Mi van? Na mindegy, szóval Molten D's. Scrap candies. Candies nuts fit in your mouth. Scrap face. Oké, okay, ő neki nem nagyon... Face these nuts, nem hiszem. Charmy. Oké, okay, Joe mama természetesen. Red anomália. Ő volt a jumpscare, aki a végén történt, ugye? Parfur. Ez nem tudom, hogy... Veng. Ő ott volt egyáltalán valahol? Ott volt a főmenübe, de tehát ő nem nagyon lé... Venket beírom valami történik, nem? MBD cast? Ez mi? Nightmare Below Disney, és ez a 7DF, ez mi? Ó, nem mondott komolyan, hogy csináltatok 3D modelleket karakterekkel, akiket nem is léteznek. Tehát ezek olyan karakterek, akikkel nem is találkozunk a játékban, mert ez egy kamu játék volt. És ezek voltak a játéknak a tényleges legelején. És ezekkel talál... Jézusom, behind the scenes. A legjobb animatronik, a kedvencem. Szó szerint kerekes, székes, dzsongás, izé, springtrap, ez zseniális. Oké, itt van Candy's Nuts. Endoskeleton valakiről, itt van Char... Mi megy a háttérben? Három valamiért? Nem tudom, hogy miért három. Ez a izé volt, csak várjál, ebből hadd csináljuk egy zöld háttereset, használjátok fel, hogyha fel akarjátok. Oké, okay, mi a kövi? Ja, hát önmaga ez a mod... mondjuk ez nem nél...
Jó, most vettem észre, hogy mi ez a fotó. Ez a koncept ártja. Tehát a háttér van a koncepció, és itt van lemodellezve, és csak néz rá, oké? Mennyi idő ment bele abba, hogy kamu animatronikokat csináljanak, modellezzenek, mert tehát ezek le vannak modellezve, ezek le vannak renderelve, amiket nem is használnak végül. Mert nem hiszem, hogy ezekkel lehet játszani. Jumpscare-eket megnézhetjük amúgy, vagy várjunk, ennek a végére értünk amúgy. Igen, jumpscare-ek, hangot le. Ha nincsen neki hangja. Restarting. Oké. Okay. Jó, igen, a Jungle-sel nem nagyon találkoztunk, Candice-szel sem. Vagy de, nem. Candice az nem jumpscare-et egyszer se. Ez a Deez. Ez a Deez. Oké, okay, Deez az jumpscare? Deez az igen. Te voltál az, aki hangra ment. Te nem jumpscare-eltél. Te sem... Azt hiszem. Te voltál a végén a final... Te ki a franc voltál? Azt tudom, hogy ez ki volt. Várj, ki volt ez? Joe. Joe Mama. Nem. Te se jumpscare-eltél szerintem. Nem. Szó szerint egyetlen embert, hogy kaptam jumpscare-t tőled. Ja, oké. Okay. Akkor ennyi volt. Megmondom őszintén, azt sem tudom, hogy mi a játéknak a neve. Tehát 7DF, oké, okay, de nem látom mi a neve, mert kit akarja. Ja, 7 days free. 7 napja szabad. És te voltál akkor a fő karakter, a Venk, akivel nem is találkoztunk. Custom Night az... Itt megint kukoltak. Ezzel a zenével ezzel nagyon-nagyon kukoltak. Aha. Várjunk, új mechanikák vannak? Nem, heater, amikor meghallod, igen. Hátulról fog bejönni flashlight, igen. Jobbról, te balról, te mit csinálsz? A monitorodon meg fog jelenni egy idegesítő hangot lejátszva. Kattints erre, hogy abba hagyja. Amihez bejön a kamerákra, jelezni fog azzal, hogy kopog. Keresd meg és figyelj rá, addig el nem tűnik. Jó, ezt a kettő új animatronikot ezt megnézhetnék? Te csak ők... Várjunk, ahogyan beléptem, be volt írva valami, valami dátum be volt írva, nem? Valami dátum be volt írva. Azt hiszem. Basszus, elnyomkodtam, mi volt? Valami be volt írva, valami 1900, nem tudom mennyi. Francia meg. Arra találok igazából, hogy 1950-ben készült róla egy film. 1863-ban kiadtak egy könyvet. 1883-ban történt még valami. Ezeket a dátumokat látom, megpróbálom beírni mindet. Tehát 1950 elméletileg. 1950. Nem tudom, hogy mi volt eredetileg beírva. Start. Nem? Csak úgy befogra... Ja, ez csak berak minket, oké, okay, never mind. Sajnos nem emlékszem rá, hogy mik voltak ide beírva. Meg lehet, hogy ezt le kell állítanom a videót és vissza kell jönnöm. Amúgy imádom, hogy tehát annyira ténylegesen egy viccjáték ez, hogy a háttérben az Office forog. Hát itt van a tábla, ami mögöttünk van, itt van a balra lévő szellőző. Ez literálisan az Office, egy nagy panoráma képbe, és csak így megy balra a kép. Zseniális, annyira okosak ezek a devek, de komolyan. Most nagyon utána néztem, most látom, hogy ez a Nightmare Before Disney viszont ez is egy létező játék volt. Tehát ez is egy remake, csak ez egy vicc remake, amivel bejelentik azt, hogy remake-elik a fő játékot a sorozatban. Tehát gyakorlatilag sorrendben három játék van, van a Treasure Island, amit most remake-elnek. Utána jön az Oblitus kasza, és utána jön ez, amivel most játszottunk. Tehát az utolsóval játszottunk először. Az utolsóval játszottunk először, amit előbb remake-eltek, mint az elsőt, és akkor, amikor az elsővel játszunk, akkor meg lehet, hogy megnézzük a másodikat is, mert most már millió százalék, hogy az Oblitus kasza biztonságos, csak akkor ugye úgy voltam vele, hogy a Windows Defender azt mondta, hogy nem. De és tehát akkor ezen kívül van még itt rakatnyi, nagyon-nagyon sok remake, meg nem real játék, stb. Meg ugye tehát azok, amik még ki se jöttek. Tehát, ja, nagyon-nagyon-nagyon sok, de tényleg. Vagy... Várjunk, mi van? Na, várjunk, ezt ide kell hoznom a monitorra. Tehát próbálom, hogy mondani, hogy minél érthetőbb legyen. Tehát itt vagyunk a Radiance-nek a fiókján, ez itt a Radiance-nek a fiókja. Felmegyünk a játékaikra, és lejjebb görgetünk, és tehát itt van a Five Nights at Treasure Island, official. Itt van az archive, tehát ez az eredeti játék. És akkor itt van a Five Nights at Treasure Island official. Tehát ez a tényleges játék, ami, várjál, 3 éve jött ki. Akkor miért jelentették volna be most? És miért nincsen itt a izé? Literálisan nincs itt a izé, amivel most játszottunk, pedig ezt is ők adták ki. Meg kellett mennem a saját fiúkomról a játékra, mert nézzétek meg. Radiance Team. Ezt ők csinálták. De és akkor innen meg átmegyünk a Games-re és ez egy játék, ami privátban van feltöltve. Az lehetséges, hogy valahogyan leprivátolták ezt a játékot? Na de nem az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy akkor most befejezték ezt,
és ezzel bejelentették a Treasure Island nevű játékot, ami még tényleg nem jött ki, tehát látjátok, hogy nincsen itt a letöltése neki. Sőt, literálisan 5 napja posztoltak ide. Tehát igenis fejlesztés alatt van ez a játék, Devlog 2, stb. Oké, okay, Final Duty. Tehát ez a játék, ez tényleg hivatalos fejlesztés alatt van. Viszont akkor mi a másik? Ez ugyanannak néz ki még indexképről is. Feltöltötték az eredetit, feltöltötték a remake-et, és most remake-elik még egyszer? Én nem vagyok benne ebbe a témába, de ők csináltak az Oblitus kaszát is. Na meg ahogyan elnézem, innen eltűnt nekik egy másik játékuk is, mert itt volt még a... azért is ők csinálták. Azt a Winter Wonderland, vagy mi volt a játéknak a neve? Return to Freddy's 2 Winter Wonderland, az volt a játéknak a neve, megtaláltam. De az sincsen nekik itt a fiókjukon. Ezek mit kukolnak, hallod? Kiadnak egy tökéletes játékot, azt elrejtik a fiókjukról. Nem szóltam, azt nem ezek adták ki. Mindegy, szóval tettek, hogy gyakorlatilag ezzel bejelentettek egy... még egy... na várj... bejelentettek még egy... Treasure Island remake-et gyakorlatilag. Igazam van, vagy igazam van? Nagyon-nagyon durván igazam van. Jó, minél gyorsabban szeretném csak megnézni ezeket az animatronikokat. Tehát bejelentettek még egy Treasure Island remake-et, azzal tervezek játszani. Szó szerint annyi, hogy te csak kattintani kell egyet. A másik meg, tehát hogyha meglátjuk a kamerán, akkor mit kell vele csinálni? Nem is emlékszem rá, csak figyelni kell rá. Menj már innen. Tehát hallunk valami beepet, és csak figyelni kell rá a kamerán, igaz? Te. Ennyi. Igaz? Yep, ennyi volt. Senki más nincs. Ennyi volt. Szó szerint, your winner, figyelj. I winner? Én szerint, én elég annak érzem magam, így van, én az vagyok. Meg tudunk egy olyat csinálni, hogy ilyen... ilyen retek gyorsan csak így kispeedrunoljuk? Tehát, hogy senkivel nem foglalkozunk? Lehetem húzni a te... hallod? Na várjatok. Figyeljetek, kiviszem a 620-at, oké? Okay? Kivisszük a 620-at. No way, guys! Hát ez egyszerűen zseniális. Én vagyok a nagy király. És tehát akkor azt meg még mindig nem tudjuk, hogy az arab és az angol közötti változtatás mit jelent. De azt tudjuk, hogy ez egy másik játék. Ami a menüje volt a... össze vagyok zavarodva. Ez egy olyan jó sikerült troll játék volt, hogy ez nem igaz. Tehát zseniálisan össze vagyok zavarodva. De akkor holnap jöjjünk szerintem a szavazáson a második játékkal, és akkor... megvárom, amíg kijön ez a The Treasure Island nevű játék. Tehát most már remélem értető, hogy miért voltam úgy vele, hogy hát ez nem jött még ki. De kijött? Ők remake-elték már ezt a játékot, de most valamiért remake-elik még egyszer? Nem tudom, én megvárom a legújabbat, megvárom azt szerintem. És akkor jövünk majd azon, holnap pedig jövünk a szavazaton a másodikra. Aztán utána a harmadikra, mert a második az rövid lesz. Na mindegy, csőszök, hali. Bá! Kíváncsi vagyok, most hány copyrightot fogok kapni.